Tényleg karácsony. A kis cínege szomorúan sírdogált az ágon, odarappent hozzá a mamája. Miért sírsz, kis cínege lányom? Hogy ne sírnék, hogy ne hínék, mikor olyan rossz nekünk madaraknak, bezzeg jó az embereknek. Készülnek a karácsonyra, és lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk. Majd oda repülünk az ablakokhoz, és megcsuláljuk. És nézd, itt az erdő szélén mennyi karácsony fáldogál. Ez mind a miénk, az állatoké. A szép-fehér hó fel is díszíti nekünk. Én mégis igazit szeretnék. Eljutott a híra a cínege lányka szomorúságának a többi madárhoz is. Megsajnálták, összedugták a fejüket. A hangos csörögésre, a szundikáló mókusok is felévedtek. Nagy mérgesen néztek ki az odóból. Amikor a madarak nekik is elmondták, miről beszélgettek, mindjárt megbékeltek. Sőt, mi is segítünk! És megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés. Cínege papa a faluba repült szomorú lánykájával. Ott figyelték, hogyan készülődnek az emberek az ünnepre. Közben a többiek sem tétlenkedtek. A mókusok szalagot kötöttek minden mogyoróra és dióra. A verebek apró almácskákat hoztak. A búvos pacsirta aranyszínűre festett mággubóval érkezett. Cínege mama a szalmavirágot szerzett a piacon. Gyönyörű füzért készített belőle. Babúj apó világító festékkel kente be a fenyőtobozokat. Ezek helyettesítik majd a gyertyákat. A madarak és a mókusok a cínege tanya mellett a legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is öröm, amikor a cínege lányka visszatért. A csodálkozástól szólni is alig tudott. Ez az enyém. Az én igazi karácsonyfám. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Boldog karácsony, felelték a madarak és a mókusok. Itt a vége, hogy sem véle.